két éve ülök rendszeresen kéklámpás autóban. Azóta furdal a kíváncsiság, vajon milyen érzés lehet mindez a vezetőülésről. Ma a vérlavagok segítségével rengeteg készülés, különvizsga és gyakorlás után végre átélhetem, és meg is tudom mutatni nektek. Egy napra tényleg vérlavag lettem. Mindenek előtt röviden az alapok. Kifejezetten a személy, élet és vagyonbiztonság, illetve a védett személyek szállítása szempontjából indokolt esetben engedélyezett a megkülönböztető jelzés használata. Az ezzel közlekedő járműveknek a rendőri, illetve vasúti átjáró jelzésein kívül minden esetben elsőbsége van a forgalom összes többi járművével szemben. Neki azonban meg kell győződnie arra, hogy ezt a jogot mindenki megadja neki. A használat külön engedélyhez kötött, pályaalkalmassági vizsgálat szükséges hozzá, valamint naplózni is kell azt, mikor történt a vonulás. Sosem tudhatjuk, hogy egy adott szituációban, egy adott kereszteződésben hogy reagálnak arra, hogy mi közelítünk az irányukba. Nagyon sokan megijednek, nem figyelnek fel a fényjelzésre, mert éppen a telefonukat nyomkodják, gyalogosan, ugyanúgy gépjárművel vezetve is. Hatalmas nagy veszélynek vagyunk, mi is kitéve. Ez egy hatalmas nagy felelősség. Pici stábunk útra kell vidékre, egy vezetéstechnikai tréningre. Ha ugyanis én is éresben ki akarom próbálni a szirénás vonulást, minden lépcsőn át kell esnem, amin a rendőröknek, mentősöknek, tűzoltóknak. A folyamatot egy kiképzéssel kezdjük. Mentorom Sárvári Zsolt Mackó, profi oktató és tapasztalt kéklámpás sofőr lesz, akit már az előző vérlavagos videóból ismerhettek. Elméleti képzéssel indítunk, majd száraz gyakorlás következik, mielőtt a pályára hajtunk. Jól van, nem most becsatolva? Nem, mert meg kell húzni. Igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt meg kell az embernek szokni, hogy úgy néz ki a mozdulat, hogy becsatolod, itt végfutja a kezed, hogy nincsen rajta egy csavarodás, és egy két ujjal csak meghúzod annyira a felső szállat, hogy ez végig felfeküdjön. Tehát az autógyártók elköltenek sok millió eurót arra, hogy ez viszonylag meg tudjon védeni egy balesetnél, hogyha te rosszul állítasz be egy ülést, rosszul csatolsz be egy biztonságot, vagy nem csatolsz be, akkor gyakorlatilag tökön rúgtad őket, és nem érsz semmit az egésszel. Rengeteg elméleti tanulás után aztán terepre térünk. Itt szeretném beékelni, hogy azok számára, akiket átfogóban is érdekel a vezetéstechnikai képzés, az egész napról készítettünk egy kifejtős, hosszú videót, hamarosan ez is elérhetővé válik, most viszont csak pörgősen végigszaladunk a fontosabb feladatokon. Egy bemelegítő szlalompályán kezdtünk, ahol kicsit jobban kiismerhettem a vérlavagok autóját. Második feladat a vész, illetve célfék. Elebbi nagyon egyszerű, határozott rugásszerű mozdulattal kell a fékbe taposni a piros bójáknál. Utóbbi erre épül, de már lényegesen nehezebb. Ott a megállás helye adott, illetve annyi, hogy kizárólag teljes vészfékkel lehet megállni, nem lehet finomítani rajta. Nekünk kell eldöntenünk, melyik pillanatban rúgjuk meg a féket úgy, hogy minél közelebb álljon meg a bójához, de még ne üssük el. Ezt azért kellett gyakorolni, de sikerült. Ez eddig a legjobb, gyerekek! Ezt most kiszállsz és megnézed. Na ez olyan, hogyha tudsz csinálni 10-ből 10 ilyet, akkor már érzed, hogy hol lesz a fékút vége. Megnyugtatok mindenkit, addig nem is mentünk tovább, amíg ez nem jött össze 10-szer. Aztán jöhetett a következő témakör, az elkerülések. Itt rengeteg dolgot tanultunk. Csak példaként ehhez a feladathoz mindössze egyetlen egy bóját kell kikerülni. Na csak azt hogyan? Ez lehet egy gyalogos, lehet egy útra esett tárgy, tehát képzelhetjük akárminek. Ami a lényeg, hogy az az oldala a háromszögnek az ugye rendesen 3,5 méteres, mint egy forgalmi sáv, viszont ez a két oldal, ez pontosan 3-3 méter. Itt század másodperces pontossággal kell kormányozni. Itt, hogyha késel egy egész kicsit, akkor már nem fordul el. Ezek a feladatok kívülről nézve nem tűnnek olyan nehéznek, de 70-80 km/órával és az autóra ható erőkkel együtt azért van mit tanulni rajtuk. Na de nézzük a mai utolsó fő attrakciót, a vészelkerülés. Sok verziójában kell tudni, de a legnehezebb, amikor nagy sebességgel szűk nyíláson kell átfűzni az autót oda-vissza. Az egyik kedvenc feladatom volt, és amikor már jól is ment, a lehető legrealisztikusabban kellett, mondjuk úgy, vizsgázni. Hanggal, fénnyel. Egyébként az a nagyon para, hogy ott van egy komplet stáb előttem. Oké,
Úgy van, jól van. Köszönöm szépen. Konkrétan ott van egy rakacstáb előttem emberek, ez iszonyatosan ijesztő, de ugye azt mondta Mackó is, hogy meg kell így csinálni, mert az éles forgalomban is ez lesz majd, hogy emberek lesznek, úgyhogy először a saját operatőrémet nem gázoltam el, és ezután jön az, hogy civileket sem fogok. Emberek vagyunk mi is, érzelmekkel teli, és egy megkülönböztető jelzés során ezt félre kell tenni. Sajnos volt nekem is egy balesetem, megkülönböztető jelzést használtam, hála Istennek csak anyagi kár keletkezett, de egy kolléganőnk balesetet szenvedett, és oda kellett mennünk. Ott sajnos megcsúsztam egy körforgalomba, de mint mondtam, anyagi kár keletkezett csak hála jó Istennek, viszont itt megmutatkozik az, hogy nem lehetünk érzelmekkel teli, hiszen nekünk minden pillanatban 110%-osan kell teljesítenünk, mert mindenkinek épségbe haza kell érnie, nekünk is, az állampolgároknak is, és természetesen akkor tudunk csak segítséget nyújtani, ha épségben odaérünk. Akció 23 helyszínen, akció 23 helyszínen, eddig bent a kék! A tréning majd azt követő sok gyakorlás után már csak a pályalkalmassági vizsgálat volt hátra. Szerencsére ez is jól sikerült, így megkaptam az engedélyt 5 évre kéklámpás járművekre. Így már minden adott ahhoz, hogy beteljesítsem azt, amire az elmúlt hónapomat feltettem. Hogy kipróbáljam, milyen az érzés, amikor rohanni kell, hogy segíteni tudj valakin. Egy péntek korra reggel érkeztünk az Országos Vérellátó Szolgálat központjába, ahol átvettem a szolgálatot az előző napi vérlovaktól. Mackó persze első alkalommal még velem lesz, segít, de ma rajtam a felelősség. Na itt van a Kodiák, ezzel fogunk menni, hogyha riasztást kapunk, úgyhogy nekem már egy kicsit az idegeim most a plafonon vannak, de borzasztóan várom előre is. Hogyha riasztás van, akkor tehát a Kodiákkal jövünk ide vissza, átvesszük a vért, amit szállítanunk kell, és utána megyünk a szirénázva oda, ahova küldenek. Borzasztóan kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, meg izgatott vagyok, meglátjuk. És pár percet kellett csak várnunk, már meg is csörrent a telefon. Közlekedési baleset súlyos sérültjének kell vér, balasagyarmatra. Jó, és akkor mindent úgy, hogy megbeszéltünk, jó? Tehát először egy 3-as, egy HF, szépen folyamatosan megyünk, nem kapkodunk. Jó, és akkor mondom neked az útvonalat, itt balra, és akkor innen mehet a hang. Az első pár kanyarnál még nagyon nyomasztóan éreztem magam, hiszen sosem vezettem még ebben a szerepben. Furcsa volt, hogy mindenki néz, mikor elhaladunk mellettük, hogy mindenhol egy pillanatnyi megállást okoztam a hétköznapokban. Viszont itt csináld azt, hogy itt menjél át balra. Menjél át balra, balra, igen, és menjél a szembesávba szépen végig. Szembesáv. Piros lámpa, villamos sín, sebesség túllépés. Szabályok, amik korlátoznak. Ez természetesen így helyes, rendben tartja a forgalmat, de valami egészen furcsa érzés, hogy most nincsenek. És olyan, mintha nem is ugyanabban a városban lennék. Más utakon lehet gyorsabban haladni, mint a normál forgalomban, és máshol nehezebb. Nagyon szép a kormánytechnikád, meg vagy dicsérve. Ja, és ha már nehézség. Örülök neki, hogy sok kihívás jött szembe, de tényleg. Felújítás, másik szirénás jármű, hatalmas dugó, aminek a végén egy baleset volt, hát velő sem kaptuk, na. Menjél be a sínre, és remélem, hogy jó lesz végig a sín, mert ezen én még nem mentem meg, mondom őszintén. Hát ez most gyönyörű, tehát ezt most például csontra beszéltük. Itt muszáj leszünk kimenni, mert az a baj, hogyha itt nem mész ki, szerintem nem tudunk már az M3-asnál kimenni, de ezt szétszedni. Nem tudom, már tudunk-e ott menni az M3-asnál. Hát itt akkor maradj ide, állj be ide, ez a mentősávunk, és túrjunk. Itt nem tudsz mást. Centizel, és túrjál. El kell mennünk az M3-ig. Na, ekkora dugót még életünkben nem szívtunk be itt. Ez az, ami motorral átmegyek egy perc alatt. Fú, de idegörlő percek ezek. Valakinek nagy szüksége van arra, ami nálam van, én meg itt arra szolgatok 100 kilométerre. Szerencsére az autósok próbálnak segíteni, többé-kevésbé sikeresen is, de akad, aki egyszerűen tudomást sem vesz rólunk. Teherautó sem enged, nem is értem egyébként, tehát tényleg nem értem, mi történik. Végül sikerült kijutni a káoszból, de őszintén úgy koncentráltam, hogy percekig meg sem szólaltam.
Hát gyerekek, ez egyébként egy iszonyatos élmény amúgy. Borzasztóan szeretem. Most tudtam megszólalni először, miután indultunk. Ezt akartam. Szerintem most az összes barátom, aki ismert gyerekkora volt, az lehengerelve nézte, hogy Adris 10 percig mikrofonra rajta meg se szólal. Tehát, hogy ilyen nem történt. Egy büdös baszót nem tudtál szólni. Csak így ülök, és így jó. 2 óra 30 percet írt nekünk a GPS, mikor elindultunk. Az nagyon sok idő. Nyilván a reggeli csúcsforgalom miatt ennek jelentős részét a budapesti szakasz okozza. Ehhez képest mi alig több mint negyed óra alatt már a város határon kívül voltunk. Én pedig belekóstoltam a másik fajtájába ennek a vezetésnek. Az autópályás, országutas szakaszok kihívásaiba. Egészen mások. Ott nem a lelépő gyalogostól és a figyelmetlen autósoktól kell tartani. Ott a nagy sebesség és azzal való kanyarodás szűken vett előzések voltak az ellenfelek. Tudom, persze, hogy ti meg én még soha életünkben nem hajtottunk gyorsabban a megengedettnél, de most képzétek el, hogy senki nem mondja meg, mennyivel lehet menni, vagy hogy mennyi fér még bele egy adott kanyarnál. Nyilván elsőre nagyon óvatos voltam, meg hát nem az én autóm, de azért itt könnyen elviheti a hív az embert. És a nagy sebességű előzések a másik veszélyes pont. Nem mondom, hogy nagyon nehéz manőverek, de nem illik bennük hibázni, mert csúnya eredményt okoznának. Egyenes jobb? Egyenes. Mert akkor itt mindig megyek ki normálisan. Ez okosabb lett volna, ha szembe ment, vagy másik oda mentem volna? Nem tudom. Tehát figyelj, az van, hogy itt halálos precizitással kell érezni az autónak a szélességét, hogy hol férsz át, hol nem férsz át, de hol átférsz, ott a legszűkebb helyen is át kell menni. Az autó által írt 2,5 órának végül 55 perc alatt értünk az utolsó métereihez. Eddig megpróbáltam teljesen kizárni a fejemből, hogy valakihez sietünk. Persze, úgy igazán nem ment, de Geri szavai csengtek a fülemben. Nem szabad, hogy az érzelmek irányítsanak. Most viszont azért picit elérzékenyültem. Tudom, hogy csak apró fogaskerék voltam egy ember ellátásában, de már ez is sokat jelentett számomra. Na de itt aztán nem állt meg a szaladás, mert indulni kell vissza. Egy autó van szolgálatban, így ha újabb riasztás jönne, minél hamarabb indulásra készen kell lennie annak a Karolina úton. Ismét sziréna, de már felszabadultabban. Visszafele természetesen megint hatalmas dugóba álltunk be, de nem jelentett nagy akadályt. Azt az utat is egy órán belül megjártuk. Juh! Na! Hát nem mondom, hogy ez nem volt fárasztó, de imádtam. Átmentem a vizsgán. Az úgyak mondjam el, én is ugyanezt. Csak az őszintét mond. A már az oda meg a visszaút között látszott különbség, tehát például a helyzetfelismerésben, hogy hol férsz át, hol nem férsz át, hogy mikor mész át a szembe oldalra, tehát egyébként tök pozitív fejlődés látszott már csak ezen a rövid balassa gyarmat oda-visszán. Hát sokat kell menni, sokat kell vezetni a saját autódat is, meg kell tanulni temposabban kanyarodni, meg majd ezt is, hogyha csinálod, akkor szépen minden a helyére kerül. Ennyi. Hogy mit tanultunk ma? Fú, annyi mindent, hogy fel se tudom sorolni. Inkább írjátok le ti kommentben, milyen gondolat merült fel bennetek ebben a szirénás témában. Ez nem egy szponzorált videó volt, nem kérték tőlünk az említést, viszont én nagyon szeretném megköszönni a segítséget Mackóék Training csapatának, a Driving Experience-nek, a Ford Petrányinak, hogy saját idejükből átengedtek nekünk a tréning napjukon, hogy forgathassunk, és nagyon köszönjük a MyActionCam-nek a fél tonna kamerát, amit a műsor készítéséhez adtak segítségül. Ha tetszett a videó, egy lájkot, feliratkozást megköszönünk, ha nagyon, Patreonon tudtok minket támogatni. Köszi a figyelmet, sziasztok!